Kazincz Barcikára látogatott az FC 60 május 14-én szombaton. Ősszel itthon Ács és Ficsor két góljával 3-0-ra legyőzték a 60-iak a tabella 6. helyezettjét. Ennek megfelelően a győzelemért játszott a 60-i csapat, és már a 4. percben Mundi és Kész összjátéka után az utolsó pillanatban Bartel elővágják ki a labdát. Mundi keresztlabdájával Purzsa cselezi be magát, Kész átveszi, rálövi, de a lövés keresztben elzúg a kapu előtt. A Barcika pontrúgással próbálkozik, de Benkő véd. Kész vezeti be a labdát a 16-oson belülre, de a lövés az oldalhálót találja el. Ficsor passzol Készhez, aki félfordulattal lő, de a lövése kicsit fölé száll. A második félidőben is tovább támadott a 60-i csapat. Karácsony labdájával Ács lép ki, a 16-oson belül buktatják, de a játékvezető továbbotint. A kontrából Farkas indul meg, Bartellal viaskodik és a földre esik. A játékvezető sárga lapot ad a 60-i védőnek, akinek ez már a második volt, így ki is állította. 10 emberrel is tovább támadott az FC 60, Horváth passzol Mundinak, aki középre vezeti, és a lövése mellé száll. Barcikai akció, Cetű indul meg, Menugonkhoz passzol, aki kicselezi Karácsonyt, és Farkas szökteti. Farkas keresztből lövi a kapu előtt a labdát. Ficsor megkerül egy embert, majd megindul a kapu előtt, Cetű csak annyira húzza vissza, hogy ne tudjon lőni, de büntető sem lett. Nem látszott az ember hátrány, továbbra is többet támadott az FC 60, Ács megpattanó lövését bravúrral tolja fölé Varga. Barcikai szöglet után egy szerencsétlen mozdulat, Katona válláról pattan a labda a 60-i kapuba, öngóllal vezet a Kazincz Barcikai csapat. A gól kis zavart okozott, Farkas indul meg Zitzerben, de bravúrral véd Benkő, a 60-i kapus. Mundi Ficsor összjáték után Horváth lapos beadására Ács beleszúr, Mundi ügyesen cselezget, majd egy védő lefautolja, a büntető ezúttal is elmaradt. Tíz emberrel is a 60-iak irányították a mérkőzést, nem látszott az ember hátrány, Kész szép csel után középre húz, lövése alig megy mellé. A Kazincz Barcika a mérkőzés folyamán pontrúgásokkal és kontrákkal próbálkozott, de több gól már nem született a találkozón. Május 22-én vasárnap 18 órakor a Népkertben az Újpest második csapata lesz a következő ellenfele az FC 60-nak.